Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mutatok nektek egy nagyon érdekes jóslást. Ez a jóslás, ez Ázsiából jön. Különösen a kínaiak használják ezt. Itt ilyen fa botokról van szó, és minden botnak van egy jelentése, és pontosan ezt tekintjük meg, hogy mi az üzenet, hogy mi vár rád aktuálisan, vagy a következő időszakban, és ez mindig akkor érvényes, amikor megtekinted ezt a videót. A kommentárba leírhatod azt, hogy tetszett-e, hogy készítsek-e a jövőben ilyen felvételeket. És most megnézzük, hogy mit mutat. Itt ez a bot. Megnézzük ennek a jelentését. Kicsit közelebb hozom a kamerával, így talán látható. Így minden a képen az üzenet. Te állsz most a középpontban. Az a fontos, hogy te kapd meg az elismerést másoktól. Az is fontos, hogy te tegyél döntéseket, és hogy mások hallgassanak rád. Te irányítod most az eseményeket. Jelenleg nem kell alkalmazkodni másokhoz, hanem az a fontos, hogy mások alkalmazkodjanak hozzád. Ha munkahelyi viszonyról van szó, akkor tedd azt, amit te helyesnek tartasz. Te hozol döntéseket, vagy védd magadat másokkal szemben, akik esetleg kritizálnak téged. A családi kapcsolatoknál is az a fontos, hogy te hozod a döntéseket. Ami viszont a párkapcsolatot illeti, vannak ugyan olyan pillanatok, amikor egyedül érzed magad, vagy magányosnak érzed magad, de jelenleg ne keresd a kapcsolatot vele, hiszen te vagy fontos, légy visszahúzódó, tedd azt, ami számodra jelenleg kellemes, és várj arra, amíg ő jelentkezik. És én biztos vagyok abban, hogy ő keresni fogja veled a kapcsolatot, és az azt jelenti, hogy a közel jövőben megkapod az elismerést. De mint említettem, jelenleg légy inkább visszahúzódó. Türelem rózsát terem. És ez volt a kínai jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!